Jelzem az utamat ezekkel a mini fáklyákkal, hogy merre mentem. Az úgy jó. Hú, de érdekes hely. És itt nincsenek fényviszonyok, azt a... Tehát én leteszem fáklyát, nem lesz világosabb. Ha ne... Jújj! És oda hangok. Szerintem ennek a tetején nem lesz semmi. Jó gondoltam, van rajta két ajtó. Bementem, itt van egy ilyen torony, és akkor van kettő ajtó. Egy fajtó, meg egy vasajtó. Na, menjünk a fajtón. Hoppá! Húha! Ilyen készen dimenzió utazó leszel. Na várjál, mert lehet, hogy ez pont ott van, ahol én voltam ezelőbb. Most megint itt vagyok a való világban. Való világ. Igen, leesett, nem kellett volna. És... Itt a lét, a tét. Most kikötöttem... Ezt is bizony bevágom alá. 230 méterre vagyok a házunktól, ahol egyébként nem tettem megint checkpointot, vagy waypointot, de itt vagyok a dzsungel közepén, és a dzsungelben egy fának a tetején van egy ajtó, ami van egy portál. Az úgy szép. Hát figyelj, hát ez így rohadt jó. Hát akkor csinálom magamnak 64 táblát, aztán mindig mondom, hogy menjél egyenesen, hogyha el akarsz ütni a mzébe, mocsárba. És akkor így ott lesz az út, hát ez tök jó. Hát ez rohadt jó, hát ez tetszik. Nézzük meg, mi van a vasajtónál. Ó-ó. Sebződtem. Ja, mert éhezek. Nem tudom, itt most félnem kéne? Lehet. Aszta, itt egy folyosó, amint csak portálok vannak. Az jó, válasz ki a megfelelőt. Jó, megyek tovább egyenesen. Ön a Travel Portal Kft-nek az utazási irodáját választotta. Jó utazást kívánunk. Nem? Jó, ó, megint. Aszta. Jó, beüvegeztünk. Most 640 méterre vagyok tőlünk, csak az a probléma, hogy szerintem ez a portálkapu itt tönkrement. Igen. Vagy nem? Nem. Besütötted? Várj, ez most itt van. Most nem, most nincs itt. Most itt van. Most nincs itt. Jó, van, működik azért még. Hú, hát ez így nagyon érdekes. Azta! 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 Na jó, merre vagy? Várjál. Most egy ilyen piszton szobában vagyok. Egy folyosó, amin a piszton összenyomja előttem az utat. És ha benne vagyok éppen, akkor nagyon meghalok. Na mindegy, menjünk. És kiestem. És most meghalsz. Ja, igen. Hát ez rohadt jó volt, ezt meg kell néznem még egyszer. Nem áll. Your home bed was missing or obstructed. Pityő, mit csináltál? Semmit. Ja, odébb vittem az ágyat. Köszönöm, örök hálám. Hol vagy? Te Jézus Isten! Én nagyon rossz helyen vagyok. Tépézz rám. Egy világban vagyok, ami nem a világ. Tépézz rám. Uha! Hát ez, mi ez? Mi ez a blokk? Unraveled fabric. Te jó, mit, hol vagyok, édes Istenem? Egy full fekete sötét világban vagyok. Ja, ott, ott voltunk egyszer, tudod. Az elején. Olyan világban voltunk. De nem, nem. Itt élet van. Vagyis hát... Igen. Itt törhető blokkok vannak, itt egy lebegő űrhajó, és ott egy... Az mi az? Te Jézus Isten, hol vagyok? Végre stabil FPS számom van, semmit nem kell betöltenie. A koordinátáim 1720. Te Jézus Isten, 1720, 93 a magasám és 5034. Az kemény. Te Jézus Isten, hogy néz itt ki minden? Azta! Pedig a világutazó. Hát a világutazó, a dimenzió utazó. De végre tudok futni. És nálam van még a kardom, meg a fáklyáim. De itt sincsenek fényviszonyok, és nem tudom, hogy kell innen kijutnom. Ugye rám tépézel. Jó, csalás. Jó, majd úgyis ez lesz a vége, hogy rát, ja, mit szenvedek innen a fáklyával. Se lesz világosabb. De... Hát akkor ezeket a... Nézzük, ez a blokk, ez mire jó? Skeleton. Semmire nem jó ez a blokk. Kurva itemeket most vettem fel. Az meg á. Azt a... Hogy hova vagyok?
De ez valami fura dimenzió, mert hogy itt semmi nincsen. Tehát még valami bosszok, vagy nem tudom. De van, mit leidézzel nekem valamit. Ó, azt a mindenit, mit csináltam? Azt mondja, hogy leidézel valamit, az nekünk annyi. Zuhanok. És vízben vagyok. Szerintem kijutottam abban a dimenzióból. Az az Peti, és akkor egyszer csak azt látom, hogy már nem. Lesz. Jézus Isten! Megoldottam. Leugrottam annak a cuccnak, dimenziónak a legaljára. Átestem a való világba. Mondom a koordinátáimat. 20.611 mínusz 24.340. Az szép. Innen a házunk 32 kilométerre van. Per TP. Én. Te. Hú, ez nagyon jó volt. Figyelj, mi van. Figyelj, mi van. Hoztam ötöt. Kézzel ki lehet ütni, és semmire nem jó. Olyan, mint egy helyzé lenne. Nem is tudom. Mintha nem... Ilyen holdkő, tudod. Nem ebből a világból való. Mm-hmm. Vagy nem erről a bolygóról. Na figyelj, és még mindig éhezek a... De figyelj már! Jöjj, creeperek jönnek! Hát akkor itt távol a háztól. Tudod, mennyi szenvedtem itt? Én megyek vissza a portálba. Szórakozok tovább. Ez itt a Portál 2. Jupp! Ez itt a Portál 2 Peter Edition. Most megyek másfele. Jupp! De milyen jó, hogy Enderman hangok vannak. Tehát ez így... Ez iszok jó, meg ingyen ilyen... Szép stone. Ja. De nem tudom én, ha ezt a modot készítettem volna, úgy elsütöttem volna, hogy nem tudom, ezeknél a félelmetes folyosóknál ilyen félelmetes bobokat vágok oda, vagy nem tudom. Te atya úristen, én lent vagyok most a Netherben? Nem. Te ilyen világutazó vagy. Várjál, óóó. Ez egy olyan szobának tűnik. Peti, kopogtatnak. Hát, ez, én meg be vagyok zárva egy szobába. Átjöttem a portálkapun, majd be vagyok zárva egy ilyen ketrecbe. Ketrec harc lesz. Egymagam, egy blokkos helyem. Nagyon jó, ide majd el kell jönned. És úgy néz ki ez a dimenzió, mint a többi, tehát ilyen nincsenek fényviszonyok, meg tudod, ez a fekete járható kő van ott vagy mi, ami mintha nem is lenne ott, és ilyen, mintha Nether-ekből lennének a dolgok. Mint ilyen Nether környezet van. Ketrec harcos vagyok, és kiszabadultam. Na, törjél már szét. Ah, jó. Azt! És itt még több kapu van. Az meg. Hú, az ott egy chest! Találtam egy chestet! Találtam egy chestet! Azt a minden! Jó cuccok vannak. Négy puskapor, egy vas. Három fonal, két búza. Találtam. Nézd meg annak a kőnek mi a neve, amit én találtam. Az a fekete. Mindjárt nézem. Creeper adott nekem valami szívet. Találtam egyébként rendes koppert, ami nem copperingot, hanem kopper. Nézem, tehát fekete kő... Hol van? Valami Fabric of. Mi az? Urra Valed Fabric. Itt meg olyat találtam, hogy Fabric of Reality. Vagy a valóság anyaga, vagy fabrikje. Meg találtam egy könyvet, ami Flame 1-es enchant könyvet rejt magában. Elhoztam, hát ez nagyon jó. Meg az kétséges, hogy én visszatalálok-e. Itt van még egy portál. Találtam egyet, én is belemegyek egybe. LOL, egy skeleton itt van. Találtam egy csomó obszidiánt. Ezt. Hallott, találtam ilyen, én is találtam csomó olyan fabrik izét. De én valami 2x64-et. Én is annyit találtam, pont. Jaj, szegény, én úgy el fogok tévedni, hogy az nem igaz. Már most nem tudnék visszamenni. Én csak megyek a fajtókon, de tudni kéne, mi a különbség a fajt... Fú, fekete, de jó.
Úristen! De ló, hogyha én ezt kiütöm, nem hagyja vissza. Te nem hiszed el, hogy hol vagyok? Na. A valók világban vagyok, egy nem is rossz koordinátánál, és egy NPC falutól 20 blokkra. Igen. A sivatag közepén, és ez tök jó! Csak megérte járkálni össze-vissza a portálokban. Végre tudok enni, tudok kereskedni, csak nem akarok. Na, viszont akkor majd szerintem innen folytatjuk. Sziasztok! Várjál már! Még várjunk? Még megnézem, hogy a falu kovácsa milyen kincset rengeteget, aztán felülön vége lehet. Oké, mert nekem kezd megtelni a helyem lassacskán. A helyed? Hol a kovács? A helyem. Azt mondtam, a helyed? Ja? Aha. Várj, megnézem. Hol a kovács? Emileket. Emil örül ez. Hol a kovácsotok? Olyan ugye, nincs, hogy nincs kovács. Nem tudom. Várj, ezt gyorsan elrakom, hogy NPC falu. Opa. Hol a kovács? Nem tudom. Szerintem nincs kovácsuk. Akkor nincs komácsuk. Komács. Komács. Ajj, répa, nyam-nyam. Jó, telelszám magam, és akkor befejezhetjük. De hozzá bőven répát, tehát rakjál is el. Hát én itt hagyom most abba szerintem. Aztán úgyis ja, majd tépézése fog kezdődni, mert hát mondjuk vissza tudnék futni, mert csak olyan 1000 blokkra vagyok. Na jó, srácok, hát akkor majd itt nem folytatjuk, és én akkor most bizony. Beszélünk el. Sziasztok! Sziasztok! Oké, leállítottam, kíváncsi vagyok, hány perces lett. Nem majdnem egy óra. My house, take a trip to my house.